Ezen a Székesfehérvári szálláshelyen, ahogy ma már a legtöbb vendéglátással foglalkozó cégnél, lehet szépkártyával fizetni. Az év első hónapjaiban, különösen márciusban kimagasló forgalmat ért el a szépkártyás fizetések száma. A költések összege a hónapban megközelítette az 59 milliárd forintot. Van egy olyan új szabály a Széchenyi pihenőkártyára vonatkozóra, hogy a feltöltést követő egy év után érkező március 20 vagy szeptember 20-án a szolgáltató 15%-ot költséget volna le a kártya egyenlegéről. Ez azért van, hogy a feltöltött összegek belátható időn belül megjelenjenek a belföldi turizmusba. Ez egy egyszerű költséglevonás, ezt követően is föl tudja majd használni a kártyabirtokos a kártya egyenlegét. A munkaadók is kedvelik a szép január és március között a feltöltések összértéke meghaladta a 100 milliárd forintot, ami több mint 20 os növekedés az előző év azonos időszakához képest. A jogalkotó azért hozta létre a Széchenyi Pihenőkártyát, azért teszi mellé ezeket az adókedvezményeket, hogy a munkáltató által ide töltött összegek megjelenjenek a belföldi turizmusban, vendéglátásban. Mivel ez egy kontrollált elektronikus fizetési eszköz, azt látjuk, hogy ez meg is történik, úgy, ahogy az elmúlt években, úgy az idei évben is. A szakértő hozzátette, a népszerűséget tovább növeli, hogy folyamatosan emelkedik az elfogadó helyek száma, amik 2023. márciusában 132 ezer helyen lehetett használni a fizetőeszközt. Addig ez a szám 2024. márciusára 144 ezerre emelkedett.